A KDNP paksi alapszervezete támogatja az atomerőmű bővítését a magyar-orosz államközi szerződés keretében. Véleményük szerint a MAVIR előrejelzése szerinti 2030-ra várható gazdasági növekedés és a korszerűtlen erőművek kiesése miatti energiaigény pótlása csak nukleáris energiával lehetséges, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az együttműködés a szovjet, illetve az orosz partnerrel tulajdonképpen felhőtlen és gördülékeny. Úgy gondoljuk, hogy erre szükség van a továbbiakban is, és úgy ítéljük meg szakmai szempontból, hogy a nukleáris energiatermelésben a referenciákra nagyon nagy szükség van. Tehát ezt nem lehet teljesen újakat bevezetni, ugye, mert ennek kockázata van a nukleáris energiaiparban, tehát csak a megfelelő referenciákkal rendelkező technológia, és úgy ítéljük meg, hogy ezek az orosz blokkok már megfelelő referenciával rendelkeznek, és ezért is látjuk úgy, és a pénzügyi konstrukciót is úgy ítéljük meg, hogy kedvező az ország számára. Bagdi László elmondta azt is, hogy az alapszervezet az atomenergia mellett támogatja a megújuló és a hazai szénalapú villamosenergia termelést. Jogosnak tartják, hogy az átláthatóságot és a tájékoztatást biztosítani kell az atomerőmű beruházás időszakában. Azt látjuk évek során, hogy a gázellátással kapcsolatosan az orosz-ukrán viszony miatt időnként Magyarországon is némi bizonytalanság van. Úgy gondoljuk, hogy ennek a bizonytalanságnak is elejét lehet menni azzal, hogyha a paksi atomerőművet bővítjük, mert nagy valószínűséggel itt a térségben majdnem mindenki, de ezért tudatjuk másokkal is, hogy itt ilyen nagyon nagy probléma nem merülhet föl, mert a paksi atomerőműben 2 évre elegendő üzemanyagot tárolunk, mely üzemanyag zökkenőmentesen tudja biztosítani a magyar villamosenergia ellátást. Alapvető szempont számukra mindemellett az atomenergiának a gazdaságban, ezen keresztül a családok életszínvonalában és a globális felmelegedésben betöltött pozitív hatása, tette hozzá a politikus.